Radnóti Miklós élt 1909-től 1944-ig. Két karomban ringatózó csöndesen. A költő Budapesten született. Születése édesanyjának, Grosz Ilonának és Iker testvérének életébe került. Ezt a veszteséget nem tudta feldolgozni. Önmagát hibáztatta a tragédiáért. 1921-ben édesapja, Glatter Jakab is elhunyt. Ezután nagybátyja, Grosz Dezső neveltette. Budapesten tett kereskedelmi iskolai, majd gimnáziumi érettségit. Rövid ideig Csehországban is tanult. 1929-től Radnóti néven publikált. 1930 tavaszán Budapesten jelent meg első kötete, Pogántya Szöntő címmel. Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. 1930 őszén beiratkozott a szegedi Ferenc József Tudományegyetem bölcsészeti karára, magyar-francia szakra. Itt különösen szerette tanárát, Sík Sándort, aki újkori magyar irodalmat oktatott neki. Fontos megemlíteni, hogy itt, pontosabban a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumában ismerte meg Ortutai Gyulát, aki később Radnóti hagyatékgondozója lett. 1934-ben bölcsészdoktorrá avatták. Doktori értekezésének témája Kafka Margit művészi fejlődése volt. 1935. augusztus 11-én házasságot kötött a szerelmes verseit már kora ifjúságától ihlető Gyarmati Fannival. Radnóti őt Fifinek becézte. Szerelmük volt az az erő, ami életben tartotta a költőt a munkaszolgálati időkben. Fanni adott reményt, hogy érdemes hazatérni. Radnóti Hitvesi költészete a magyar szerelmi líra legszebb alkotásai közé tartozik. Zsidó származása miatt 1940-től több alkalommal hívták be munkaszolgálatra. Kezdetben a fővárosban, majd többek között Margittán, Királyhágon, Élesden és 60-ban is dolgozott. A háborús cenzúra nem egy versének közlését töröltett, így leginkább csak műfordításaival fordulhatott olvasóihoz. Mióta 1944. május 20-án ismét munkaszolgálatos lett. A szerbiai Bor közelében felállított táborba hurcolták. Részbányában és útépítésen dolgozott. 1944. szeptember 17-én innen indították el utolsó útjára. Erőltetett menetben nyugat felé hajtották a beteg, kimerült, elkínzott munkaszolgálatosokat. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház, a holdtól círmos... Útközben a már járni sem tudó költőt a győri kórházba irányították. A beteg munkaszolgálatosokat egyetlen győri kórház se fogadta be, köztük Radnótit sem. Halálának pontos körülményei nem teljesen ismertek. 1944. november 4-én, vagy november 9-én Abda község határában lőtték le a végsőkig kimerült Radnóti Miklóst, 21 társával együtt. Holttestét, illetve annak feltételezett darabjait 1946. június 23-án exhumálták. Ekkor találták meg Zubbonya zsebében a noteszét, az úgynevezett Bori noteszt, benne utolsó verseivel. Egy Szent Király szabadján írt verse, feltételezhetően az utolsó, így szól. Mellé zuhantam. Átfordult a teste,
s feszes volt már, mint húrha pattan. Tarkólövés. Így végzett hát te is, súgtam magamnak. Csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. Der Sprint noch auf! Hangzott fölöttem. Sárral kevert vér száradt fülemet. Föl kell az ősz, és lopni lopakszik az élet. Posztumusz kötete 1946-ban jelent meg, Tajtékos ég címmel. A kötetet Radnóti tervezte meg, a végső formáját azonban felesége, Gyarmati Fanni adta. Ő egészítette ki a kötetet azokkal a versekkel, amelyeket a költő Szalai Sándornak 1944 nyarán Borban átadott. Így többek között a Levél a Hitveshez, a Hetedik Ekloga és az Erőltetett Menet is bekerültek a kötetbe. Amikor 1946. június végén exhumálták az abdai tömegsírt, a költőt eltemették a győri zsidó temetőben 21 társával együtt. Ez volt a költő második temetése. Radnóti Miklós harmadik temetése 1946. augusztus 14-én volt. Budapesten, a Kerepesi úti temetőben, a 41. parcella 41. számú sírjában helyezték örök nyugalomra. A gyászszertartást egykori professzora, Sík Sándor végezte. Barátai nevében Ortutai Gyula mondott búcsúztatót. A jövendő évszázadokon keresztül az a poéta világít, aki még él, olyan evidensnek és jelentéktelennek látszik, mint a gyertyalánk. Míg mellette állunk, szinte tudomásul se vesszük. Öntudatlanul foglalatoskodunk és látunk az ő fényénél. Csak később döbbenünk rá, hogy egy toronyablakából ragyog, messzire, síkságon át, hegyekig, Vörös Sándor.